bármikor képet akartunk kapni testünk zsír és izomarányáról, valamint csontjaink egészségéről, eddig különböző vizsgálatokon kellett átesnünk. Ma már mindezt egyetlen gép képes kivizsgálni a Szent Kristóf szakrendelőben. Az úgynevezett DEXA szűrésen a csontsűrűséget és testösszetételt vizsgáló gép pár perc alatt rengeteg információt közöl testünk állapotáról. Ez egy kettős sugár elnyelésen alapuló vizsgálati módszer. Ez azt jelenti, hogy két különböző energiával készíti a felvételt, és a két különböző energia lehetővé teszi, hogy a különböző sűrűségű szöveteket megkülönböztessük egymástól. Mivel az egész testet is képes végig szkennelni, ezért minden, ami a sugár útjába kerül, arról képet alkot. Ugye általában csak a test súlyt szokták mérni, ami egy összeredményt mutat arról, hogy az emberi szervezet az adott páciensünk milyen súlyan rendelkezik, milyen tömege van. Most ez, hogyha megnézzük, hogy van két emberünk, akinek azonos az össztömege, és az egyiket mondjuk Schwarzeneggernek hívják, ugye akkor tudjuk azt, hogy izmos erős, vagy Danny DeVito színészünket nézzük meg, aki súlyában körülbelül ugyanott van, de teljesen más az aránya. Mind a két embernek az életminősége, az anyagcseréje, a későbbi években várható jóléte nagyon erősen múlik azon, hogy ez milyen volt. Ugye ezt a BMI, az a Body Mass Index rövidítése BMI-vel szokták jellemezni, de ez semmit nem vesz figyelembe, csak azt, hogy mennyi az össztömeg és a magasság. Tehát ha tudjuk azt, hogy a zsír és az izom hogyan helyezkedik el, akkor nagyon-nagyon sok mindenre tudunk következtetni. Egyrészt meg tudjuk mondani, hogy testrégiónként, tehát például a karokon, a lábakon, mennyi a zsírtömeg, mennyi az izomtömeg, ezeknek a változását számszerűsíthetően tudjuk követni. Tehát akár gyerekkortól választ adhat a nagyon sok olyan kérdésre, hogy miért esik el ez a gyerek, hogyan néz ki az izma a csontjához képest, egyformán fejlődnek-e, a jobb és a bal oldali arány megfelelő-e. A sportolóknál, hogy milyen sportra alkalmas a test felépítése. Mit gondolnak, mire kíváncsi a legtöbb ember egy testösszetétel vizsgálaton? Igen, talált, a testzsír arányára. A zsírrel azonban nem csak az a gond, ha sok van belőle, de az is, hogy hová telepszik a testünkön belül. A zsír, amit ugye hasi zsírnak szoktak nevezni, amit alapvetően mi úgy érzékelünk, hogy hát már megint egy számmal nagyobb ruhát kellett megvásárolni, ott nem mindegy, hogy melyik zsír az, ami változott. Tehát ha csak a hasi régiót nézzük, tudjuk azt, hogy egyrészt a bőr alatt, másrészt a szerveken is van zsír. Ez teljesen normális, és normálisan is kell lennie zsírnak. A kérdés az, hogy mennyi a mennyisége. Tehát, hogyha a zsigeri szerveken több a zsír, mint amennyi csak védi ezeket a szerveket a rázkódástól, ütődéstől, akkor ez a zsírszövet elkezd egy önálló szervként működni, és mindenféle citokineket, mérgeket kezd termelni. Ezek a nem szükséges anyagok a szervezetben, amik gyulladást tartanak fent, megváltoztatják a szervezetnek az össz funkcióját. Tehát például a cukorbetegség irányába kezdhet eltolódni, a koleszterin szint megváltozik, az erekben lerakódnak plakkok. Tehát nagyon-nagyon sok olyan anyagcserme megbetegedést indíthatnak el és tarthatnak fent, amit ebben az esetben lehet rajta változtatni. Annyit kell elérni, hogy a visszerállés zsírból le kell fogyni. Tehát, hogyha van egy páciensünk, akinek úgy látjuk, hogy hát igen, kéne 10-15 kilót fogynia, akkor nem arra kell koncentrálni, hanem mondjuk arra a 30-40-dek a zsigeri zsírra, és ha azt lefogyja, akkor lemegy ez a maradék 10 kiló is, és egyből... A gép tehát elsősorban a betegségek, kóros állapotok megelőzését segíti, de a gyerekek, fiatalok egészséges fejlődésében és a profi sportban is fontos szerepe van. Serdülőkorban például a hormonális változások gyakran felboríthatják szervezetünk egyensúlyát, ami a szűrés segítségével orvosolható. A tapasztalat azt mutatja, hogy általában a naptári kora és a biológiai kora nagyon sok ilyen tinédzsernél nem egyezik. Mit értek én a biológiai kor alatt? Azon belül van a csontkor, meg morfológiai kor. Ez nem ugyanaz. És ilyenkor, hogyha a szülőnek elmondjuk, vagy maga a
tinédzsernek, hogy különbség van a naptári kora és a biológiai kora között, tehát fejlődésben vagy elmarad, vagy a társainál előrébb tart, akkor céltudatosabban áll hozzá az étkezéshez, a sportoláshoz, odafigyel magára jobban. Ennek a hátterében lehet, most a patológiáról beszélek, tehát ilyen endokrinológiai vagy növekedési hormon probléma. Megnézzük mellette a morfológiai korát, tehát hogy testösszetételben hol tart fejlődésben, és összehasonlítjuk, és lehet, hogy pont most fog beindulni nála a növekedés, és nincs háttérbe valamilyen betegség. A versenysportoló fiataloknál is különös jelentősége van annak, hogy hol tart a gyerek a biológiai fejlettségben. A vizsgálat például kideríteti, hogy a vártnál alacsonyabb sportteljesítmény oka, hogy a naptári koránál fejletlenebb a teste. Az edzőnek, szövetségi kapitánynak, az egyesületnek tudnia kell, hogy hol tart a fejlődésben a gyerek. Mondok egy példát, testmagasságban ő elmarad, de a vizsgálat alapján be fogja hozni ezt a magasságot. Ugyanez van azzal a gyerekkel, akinek a biológiai kora az fejlődésben előrébb van, és nagyon sok energiát belefektetjük az ilyen sportolóba, ilyen gyerekbe, de későbbiekben meg korán kiég. Tehát ezek a vizsgálatok nagyon fontosak így a fiatal felnőttek, tehát 20 év alattiaknál. Ha tehát a gyermek alacsony a kortársaihoz képest, érdemes géppel megvizsgálni. Azt viszont tudni kell, hogy a magasság becsléséhez a DEXA-n kívül más vizsgálatra is szükség van. Az viszont megállapítható, hogy például 10 éven belül milyen testmagasságra számíthat a páciens. Ha a vizsgálat biológiai fejlettségbeli elmaradásról árulkodik, bizonyos korig még ezen is tudnak segíteni a megfelelő szakemberek. Különböző sportágaknál azonban más az ideális testösszetétel, hiszen más felépítés szükséges egy focistának, mint egy tornásznak. Kiemelném itt a látványsportokon belül a labdarúgást és a vízilabdát. Nagyon sok testaszimetriát, izomtömeg dominanciát, például labdarúgásban alsó végtag, ott fontosabb, vízilabdánál ugye a törzs felső végtag nagyon fontos. Tehát ezek az aszimetriák, szöveti aszimetriák, ha ezeket megelőzzük, akkor ki tudjuk zárni a későbbi sérüléseket. Esztétikai sportokat nézzük, ott viszont ugye például a ritmikus gimnasztika, ott például az életmód maga, meg tehát azon belül az étrend, amely nagyon befolyásolja a ritmikus gimnaszták test összetételét. Alacsony csontsűrűség, izomtömeg, mennyiség nem olyan meghatározó ebben a sportágban, inkább a hajlékonyság, de most abban nem mennék bele. Tehát itt is kifejezetten követni kell a test összetételüket, tehát a plusz pár gram felesleg már sokat számít. A versenysportban azoknál a sportágaknál is segítenek a mérések, ahol egyébként nehezen követhető a sportoló teljesítménye. Léteznek olyan sportok, ahol lehet mérni a teljesítményt, tehát például a futó másodperc, lemérjük, hogy mennyi idő alatt fut le egy adott távolságot, és vannak olyan sportok, ahol sokkal nehezebb összekötni egy ilyen egyszerű méréssel az, hogy milyen az erőnléte, például a focistákat. Hogyha van egy edzésprogram, mondjuk egy téli időszak, amikor nincsenek igazán meccsek, nincsen végeredmény, viszont vannak edzések, hogy hogyan tudjuk megmérni azt, hogy most mennyire volt eredményes ennek az időszaknak a felkészülése, az egy nagyon-nagyon egyszerű vizsgálattal, egy DEXA vizsgálattal megoldható, hiszen az izmoknak az ereje és a tömege egyenes arányosságban áll egymással. Tehát, hogyha nagyobb az izomtömeg, akkor nagyobb az izomerő. A vizsgálat rejtett problémákra is fényderíthet.
A képen látható páciens például bár egészséges testalkatú, a vizsgálat szerint túl sok zsírszövettel és igen alacsony izomarányjal rendelkezik, ami hosszú távon problémákhoz vezethet. A kevesebb izom, tehát nem alakult ki a csúcs izomtömeg, az ugye mindig probléma, mert később, ha ez nem javul, akkor csak lefelé megyünk. Az életmódban, tehát nőknél egy terhesség kiviselés, kihordása, egyszerűen az élet maga nagyon nagy problémákat fog jelenteni, és amikor már az életkor előre haladtával valóban elkezd csökkenni, erősen csökkenni az izomtömeg, akkor pedig elesések, tehát nagyon-nagyon nagy mértékben meghatározza, hogy milyen életszínvonalon tud élni ez a páciens. Ha a DEXA vizsgálat során a páciens adottságaihoz mérten az ideálistól eltérő értékeket mérnek, tovább küldik speciális szakrendelésekre, például reumatológiára. Ha az izom vagy zsírszövet aránya kóros, javaslatot tesznek gyógytornára, erő- vagy állóképességi edzésekre, aki pedig fogyókúrázna, annak a dietetikus helyben ad tanácsot. A szakember szerint ráadásul a röntgensugárzás miatt sem kell aggódni. Rendkívül alacsony sugárterheléssel jár, amikor egy készüléket bárhol üzembe helyeznek, akkor megismérik pontosan, hogy mennyi ez a sugárzás. Ez nagyon-nagyon hasonló már a háttér sugárzáshoz, hogyha egy másfél métert eltávolodunk a készüléktől. Természetesen a készülék alatt, tehát a vizsgálat alatt levő személy magasabb sugárdózist kap, mint egy másfél méterre, ahol már semmit nem lehet mérni. A páciensek sugárterhelését leginkább egy európai repülőúthoz tudnám hasonlítani. Közelebb a világűrhöz nagyon, sokkal nagyobb a sugárdózis a repülőgépen ülve, mint a Földön. Hogyha azzal megegyezik, akkor elgondolkozunk-e azon, hogy elmenjünk-e nyaralni repülővel, és az lesz-e a fő kérdésünk, hogy mennyi lesz a sugárdózis, amit kapunk. Akkor azt hiszem, ez a vizsgálat is bele fog férni. Sűrűn ismételhető is a vizsgálat, amennyiben szükséges. Érdemes tudni, hogy a teljes testvizsgálathoz beutaló sem kell. Minden információt megtalálnak a Szent Kristóf szakrendelő honlapján.